A férfiak gyakran későn fordulnak orvoshoz, amikor a szakember segítsége esetleg már későn következik be, de létezik már a szégyellősebb férfiak számára olyan online potencia kurzus, ahol beszámolhatnak a problémájukról, és olyan segítséget kapnak lehetőleg még időben, amit személyesen nem mertek volna kérni. Mikor látogatnak el a férfiak szexológushoz? Sokan az utolsó pillanatban teszik ezt, amikor már ezen múlik a kapcsolat, hogy egybe marad-e vagy külön mennek, illetve vannak, akik szinglik, és éppen elkezdtek egy új párkapcsolatot, és jönnek rá, hogy nem tudnak teljesíteni, tehát nagyjából ilyen last minute mind a kettő, és ez azért rossz, mert előfordulhat, hogy egy szexológusnál, főleg, hogyha már régen volt a praktizált, több hónapos várólista alakult ki, és így hiába jelentkeznek be a férfiak, nem kapnak túl könnyen helyet, és pont ezért létezik már egy olyan online segítő program, ami gyógyszer nélkül lehetővé teszi azt, hogy egy férfi otthon tudjon produkálni. Mi az, ami jó hatással lehet egy férfi önbizalmára? Amiről nagyon kevesen tudnak, az például a nők ismerete és dekódolása, hiszen a nőket a férfiak általában bonyolultnak, megismerhetetlennek tartják, ami az amúgy is bizonytalan, teljesítményszorongással küzdő, részlegesen impotens férfinak még tovább nehezíti a sorsát. Ezen kívül vannak olyan énvédő mechanizmusok, vagy a férfi egó által rosszul alkalmazott napi szokások, amik gátolják a potenciát. Tehát ezek lelki, agyi tényezők, amikről általában nem hallunk, többnyire azt szoktuk hallani, hogy változtatni kell az étrenden, ki kell zárni a szervi okokat, bizonyos sportot végezni kell, ez fontos, de önmagában kevés. Az online megoldás alkalmas lehet olyan férfiaknak is, akik a szégyenérzet miatt nem szeretnének felkeresni szexológust? Pont nekik a legjobb, hiszen el tudják kerülni azt, hogy meg kelljen nyílniuk egy terapeuta előtt.